Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm Önöket a Celldömölkváros Önkormányzata, valamint a Kemenesarjai Művelődési Központ és Könyvtár által szervezett, a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulója alkalmából szervezett városi megemlékezésen. Külön tisztelettel köszöntöm Majtényi László urat, a Vasmegyei Közgyűlés elnökét, Fehér László polgármester urat, Söptei Józsefné alpolgármester asszonyt, Henc Kornél alpolgármester urat, Farkas Gábor jegyző urat, Gecse József járási hivatal vezető urat, Rozmán László urat, a Sárvári Tankerületi Központ igazgatóját, a megyei és önkormányzati képviselőket, az egyházak képviselőit, intézményvezetőket és a civil szervezetek képviselőit. Megemlékezésünk kezdetén kérem Önöket, hogy énekeljük el a himnuszt. Következő percekben Sipos László, a Soltis Lajos Színház művészének előadásában hallhatunk egy verset. Juhász Gyula, Trianon. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk rá. Mert nem lehet feledni, nem soha, amíg magyar lesz és emlékezett, jog és igazság, becsület, remény, hogy volt nekünk egy országunk e földön, melyet magyar erő szerzett vitézül, s magyar szív és ész tartott meg bizony. 1000 évnek vére, könnye és verejtékes munkája adta meg szent jussunkat e drága hagyatékhoz. És nem lehet feledni, nem soha, hogy miénk volt a kedves Pozsony, hol királyokat koronáztak egykor, s a legnagyobb magyar hirdette hívvel, hogy nem volt, de lesz még egyszer Magyarország. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy a miénk volt legszebb koszorúja Európának a Kárpátok éke, és miénk volt a legszebb kék szalag az Adriának gyöngyös pártadísze. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy a miénk volt nagybánya, ahol Ferenci festett, mestereknek álma napfényes művökön föltündökölt, s egész világra árasztott derűt. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy Váradon egy Adi énekelt, és holnapot hirdettek magyarok. És nem lehet feledni, nem, soha a bölcsőket és sírokat nekünk, magyar bölcsőket, magyar sírokat, dicsőség és gyász örök fészkeit. Mert kifeledné, hogy Verecke útján jötte hazába a honfoglaló nép, és kifeledné, hogy erdélyi síkon tűnt a dicsőség nem múló egébe az ifjú és szabad Petőfi Sándor. Ő egymaga a diadalmas élet, út és igazság csillaga nekünk. Ha őt fogod követni gyászban, árnyban, balsorsban és kétségben, ó magyar, a pokol kapuin is győzni fogsz, s a földön föltalálod már a mennyet. S tudnád feledni a szelíd szalontát, hol Arany János ringatál a dajka.
Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt, hogy Korvin Mátyást ingatá a bölcső? Bírnád feledni Kassa szent halottját? S lehet feledni az aradi őskert 13 magasztos álmodóját, kik mind-mind várnak egy föltámadásra? Trianon gyászos napján, magyarok, testvéreim, ti szerencsétlen, átkos, rossz csillagok alatt virrasztva járók, ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan, és őszintén, és a nagy-nagy sír fölött ma fogjatok kezet, és esküdjetek némán csupán a szívveréseivel, és a jövendő hitével egy nagy esküt, mely az örök életre kötelez, a munkát és a küzdést hirdeti, és elvisz a boldog föltámadásra. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá. Tisztelt hölgyeim, uraim, engedjék meg, hogy mielőtt elkezdeném a beszédemet, Ák Péter országgyűlési képviselő úr jelezte, hogy 11 órakor volt a parlamentben emlékülés, forgalmi dugóba keveredtek, de 4 órakor, mikor fog itt kezdődni az Isten tisztelet, előtte ideér, és akkor fog mondani egy beszédet. Úgyhogy, aki úgy gondolja, meg szeretné várni, tolmácsoltam az ő kérését. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim, uraim, tisztelt emlékező közösség! Köszöntöm Önöket a trianoni szerződés 100. évfordulójára szervezett megemlékezésünkön. Köszöntöm mindazokat, akik évről évre eljönnek hozzánk Celdömölkre, és emlékeznek a trianoni döntés következményeire. És köszöntöm mindazokat, akik először járnak a Sághegyen, az ország legnagyobb trianoni emlékművének lábánál. Önök bizonyára jól tudják, hogy ezt a keresztet Kemenesalja népe állítatta, emlékezve arra a fájdalomra, amely Magyarország megcsonkításával járt. A Sághegyi emlékkereszt az elmúlt évtizedekben és a jelenben is zarándok helyé vált. 1934-ben két helyi pedagógus, Királyfalvi Gusztáv néptanító és Szakály Dezső alsósági iskolaigazgató vállalták magukra a főszervezői szerepet, hogy az ország legnagyobb trianoni emlékművét Halász Jenő építész terv alapján elkészítsék. Segítségükre volt Berzsenyi Janosics Miklós, a Sághegyi kőbánya mérnöke. A környező községekbe folytatott gyűjtésből, közakadozásból és a Sághegyi bánya tulajdonosának adományaiból fedezték a kereszt állításának költségeit. A kőkereszten látható felirat Nagy Magyarország Kemenesalja népe 1934 ma is emlékeztet az összetartozásra. Bár az emlékművet a trianoni döntés évfordulóján szerették volna felavatni, szeptember 23-án került erre sor, így mi itt Celdömölkön évente kétszer emlékezünk, június 4-én és szeptember 23-án. A trianon fájó pont a magyarság életében. Az első világháborút lezáró diktátumot a kényszer szülte. Mi magyarok az akkori rossz politikai következtében szenvedtük el, és szenvedjük azóta is, hogy országunknak új határait állapították meg. Így mintegy 3,3 millió magyar került kívül az új állam határain. Szétvágtak szorosan együtt élő településeket, vagy éppen településeket belterületen belül, elszakították az ott élőket. Jól tudjuk, hogy a területek elcsatolását a gazdaság is megsínylette. Mégsem a gazdasági kérdés a legfontosabb a ma emberének, hanem az elcsatolt területeken kisebbségben élő magyarok helyzete. Polgármesterként megtisztelő feladat számomra, amikor az elcsatolt területeken élő magyarok előttem teszik le állampolgári esküjüket, és adhatom át számukra a honosítási okiratot. Amikor gratulálok nekik a magyar állampolgárság elnyeréséhez, mindig eszembe jut, hogy jogos örökségüket kapták vissza, hiszen jogfosztottként lettek egy idegen ország polgárai. Mindig is magyarok voltak, hiszen egyek voltunk, egyek vagyunk nyelvünkben, kultúránkban, történelmünkben, csak a szülőföldet egy másik ország határai mögé helyezték. Tisztelt emlékező közösség! Ismernünk kell, és gyermekeinknek, unokáinknak is el kell mondanunk, mit hozott Magyarország számára egy vesztes háború, milyen következményekkel járt az. De a történelem mellett gyermekeinknek meg is kell ismernünk az ország határainkon túlélő magyarokat.
Ez nem csak az iskolában, a határon túli osztálykirándulásokon, de a családi beszélgetéseken, kirándulásokon tehetjük meg. Magyarország 16 éve belépett az Európai Unióba. Abba a szövetségbe, amelynek tagjaként, bár országhatárok választanak el minket, de ezek a határok nem jelenthetnek igazi határokat térben sem, de főként nem jelenthetnek határokat gondolatban és lélekben. Tegnap a Művelődési Központban kiállítás nyílt az évforduló tiszteletére, amit Majtény elnök úrral nyitottunk meg közösen. Mivel június 4-e és 7-e között a trianoni megemlékezések kapcsán mind zárt, mind nyílt térben szabad a művelődési központokban rendezvényeket tartani, biztatom önöket, hogy június 7-ig vasárnapig, majd pedig, ha június közepétől újra teljes kapacitással működhetnek a művelődési házak, nézzék meg ezt a kiállítást. A tárlat megmutatja a trianon fájnő arcát, de az emlékeken, fotókon keresztül megmutatja azokat az emberi kapcsolatokat is, amelyeket nem választhatnak szét országhatárok. Celdömölk, mint közösség is fontosnak tartja, hogy kapcsolatot teremtsünk a határainkon túlélő magyarokkal. Városunk két olasz, egy ausztriai testvérvárosa mellett Erdőszentgyörgyöt munkásat és testvérvárosának mondhatja. Az Erdélyből, Erdőszentgyörgyről és a kárpátai munkácsról érkező barátaink, a város küldöttségei rendszeresen jönnek hozzánk, és többször bemutatkoznak művészeti csoportjaik, és mi is rendszeresen látogatjuk őket. Tehát tekinthetünk úgy Trianonra, mint a magyarokban élő feldolgozatlan traumára, amit nehéz helyén kezelni, mind politikailag, mind emberileg. De tekinthetünk rá úgy is, mint ami nem elválaszt, hanem összeköt. Meg kell próbálnunk elfogadni és építkezni belőle, jelenben helyén kezelni a 100 évvel ezelőtt történteket. Nehéz érzések kavarognak bennünk, de bízom benne, hogy ma az emlékezés a fájdalom mellett, a lelki feltöltődés, a jövőbe tekintés egyaránt megérint mindenkit. Meghúzták az új határokat Trianonba, de amíg lélekben egy nemzet vagyunk, addig együvé is tartozunk. Köszönöm mindazoknak, akik az elmúlt években szervezték a megemlékezéseket itt a Sághegyen. Az idei évfordulón szeretnünk volna még méltóbban emlékezni egy nagyszabású rendezvény keretében, együtt lenni a határunkon túl élő barátainkkal. Azonban a világjárvány közbeszólt, a terveinket átírta az élet, de hiszem, hogy lélekben együtt vagyunk. A Sághegy keresztje nem csak emlékezésre szólít, de kiemelkedve a tájból figyelmet is felhívja a környezetére. Kiemelkedik és lehetőségeket nyújt az itt élő közösség a városlakók számára. Felhívja a figyelmet együttműködésre határainkon kívül, határainkon belül, településeink között és városunkon belül. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, méltó megemlékezést kívánok, köszönöm megtisztelő figyelmüket! Most Szilágyi Varga Diana népdalénekes, a népművészet ifjú mestere következik egy bukovinai székely népdallal. Elbújdosnám, de nincs kivel, kenyerem sincsen, hogy mivel. Kérnék kölcsön, de nem adnak, mert tudják, hogy szegény vagyok. Édes hazám, mit vétettem, hogy én benned nem élhettem. Mások élnek, oly kedvesen, s én bújdosom keservesen. Emlékező gondolatainak elmondására tisztelettel felkérem Majtényi László elnök urat. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Nincs semmi bajom, nem azért szorongatom ezt a sétapálcát itt a kezembe, hanem azért szorongatom, mert ide a
ághelybe bele van vésve egy térkép két folyóval, és fölötte az van, hogy így volt, alatta pedig az van, hogy így lesz, és erre a pálcára Trianon után a 64 magyar vármegye fafajtái kerültek fölfűzésre. Tehát körülbelül 100 éves lehet. Én 30 éve koptatom ezt a pálcát, és nem tudom, hogy majd utánam kifogja, de remélem jó kezekbe kerül. Azt tudom, hogy aki ezt készítette, annak az édesapja alapította Kemenesalja kórházát a 19. század végén, tehát Felsőbüki Nagy Mihályról van szó, aki egyébként 1940-ben a Cserkész Jamboree, Nemzetközi Cserkész Jamboree-n hunyt el Budapesten. Úgyhogy ezt én most ideadom polgármester úrnak, és azt kérem, hogy adja körbe, amíg én beszélek. Ez a pálca, ez a sétabot 30 éve kísér engemet, és amikor trianoni rendezvényre megyek, emlékműavatásra megyek, vagy olyan konferenciára megyek, akkor elviszem magammal. Elviszem magammal, mert ez a pálca csak látszólag van fából, egy vasdarabból és egy agancsból, pont olyan, mint ez a kereszt itt fölöttem, ami látszólag van kőből, és látszólag van betonból, mert mind a kettőnek lelke van. A pálca, a bot közvetíti a múltat felénk, azt a múltat, amit sokan próbálnak néha megváltoztatni, sokan próbálnak átírni, azt mondják, hogy a győztesek írják a történelmet, de nem átírható. És azt a keresztet, ami nem csak az egykori bazaltbánya tulajdonosainak, és tényleg Kemenesalja teljes népének, egészen a nagysimonyi luddista zsidó ifjaktól a celldömölki iparosokig köszönhető összefogásának a megvalósítása, hanem a közvetítő kapocs, az Isten és köztünk, és azt az energiát, azt lefele is közvetíti, és fölfele is közvetíti. Azt mondják, hogy vannak helyzetek, amikor nincs ideje annak, hogy külön véleményeket fogalmazzunk meg. Ugye a külön vélemény az nem más, mint a polgárnak, az embernek a szabad egyéniségi joga, hogy megfogalmazza a véleményét. És vannak helyzetek, amikor nincs helye a külön véleménynek, és ez a mai nap a Nemzeti Összetartozás napja, ahogy azt mi bizonyítjuk szervezők és polgármester úrral és politikus társaimmal, az bizonyítja, hogy nincs helye a külön véleménynek, mert egyet gondolunk, azt az egységet szeretnénk megtalálni, ami összetartotta és össze fogja tartani a következő évtizedekben és évszázadokban ezt az országot és a Kárpát-medencét. Mert az egység megtalálásának egyetlen egy feltétele van, hogy mi egyének fegyelmezettek legyünk, hogy a fegyelmezettség törvényét ismerjük meg, és éljünk vele, és ne visszaéljünk vele. Tavaly a pünkösdi időszakot nagy kegybe volt részem, Csíksomlyon és Hargita megyébe tölthettem, a Szentatya látogatásán is részt vehettem, és részt vettem természetesen sok más vasmegyeivel, Celldömölkivel, Sárvárival, akikkel találkoztunk, a csíksomlyói búcsún is, amit most csak a televízión keresztül szemlélhettünk és követhettünk szombaton. Aztán úgy hozta a sors, hogy a Hargita megyei kollégám, Borboly Csaba és munkatársai úgy döntöttek, hogy nem marad el idén sem a hargitai megyenapok, ami Csíksomlyó idejére esik 16 éve, és a mai napon szerveztek egy virtuális találkozót, egy virtuális konferenciát, videokonferenciát, és a délelőttöt azzal tölthettük,
a 64 vármegyéből 17 vármegyének a vezetői, a miniszterelnök helyettese Semjén úr, Potápi Árpád úr nemzetpolitikáért felelős államtitkárunk, Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke, és még sokan mások, hogy a 100 éves évforduló kapcsán, és a 10 év eltelte kapcsán, hisz 10 éve a nemzeti összetartozás napja, ez az egyébként gyászos június 4-e, kicserélhettük egymással gondolatainkat. Voltak velünk nem csak önkormányzati vezetők, voltak miniszteri biztosok egyébként. Az egyikük Dallos Gyula, aki a lovas etalon a magyar sportban szintén velünk volt. Egy hete itt volt a hegy ezen az oldalán, meg a másik oldalán is egyébként is szombathelyi. A másik miniszteri biztos, mert milyen furcsa, a Hungarikumikért és a különleges nemzeti értékekért felel, ő pedig Délvas megyéből érkezik, Vénémet Zsolt barátunk, és a videokonferencián bemutattam a Vas megyei értéktár éppen elkészült új kötetét, ahol a Sághegy és a Trianoni kereszt ugye külön kiemelésre került, és megkérdeztem Kelemen Hunor elnök urat, hogy te Hunor, emlékszel rá, hogy 96-ba hol jártál? Azt mondja, igen, fönt voltunk a Sághegyen, a Trianoni keresztnél. Akkor ő egy tehetséges, fiatal erdélyi költő volt, ma pedig a Romániai Magyarok Demokratikus Szövetségének az elnöke. Hát egy kicsit ő is meghízott, mint én, egy kicsit nagyobb a szakálla, de ugyanazt a nyelvet beszéljük, és ugyanazok a gondolataink, amik hál' Isten nem állnak távol egymástól. Hogy mondjak egy másik példát, fölírtam néhány példát, hogy ne beszéljek sokat, az ugye tegnap mindenkit meglepett a szlovák miniszterelnök, meghívott 100 vendéget, 100 magyar kiemelkedő értelmiségit, vállalkozót. Sziasztok magyarok köszöntéssel kezdte ez az új miniszterelnök, és egy új friss hangot hallottunk a politikába. Egy olyan új friss hangot hallottunk, persze láttunk mi már karonvarjút ugye az elmúlt 100 évben meg előtte is, ami több mint bizalomra ad okot, meglátjuk, hogy mi lesz vele. De volt Szlovákiának egy nagyszerű miniszterelnök helyettese, úgy hívják, hogy Csáky Pál. Egyébként ő is járt itt többször, jó barátom, és az elmúlt 10 évben ő is írásra adta a fejét, több könyve is megjelent, nagyon érdekes memoár kötetek, és az egyik könyvében írja, nem tudtam most elővenni, mert nem találtam meg a sok könyv között, de az nagyon mélyen megmaradt bennem, amikor az anyaországgal való kapcsolatát írja le a kisebbségben élő magyaroknak, akkor azt mondja, hogy nekünk olyan anyaországra van szükségünk, aki mintát adhat nekünk. Mintát adhat abban, hogy hogy kell élni, mintát adhat abban, hogy mit kell tenni, és dolgozzanak úgy, hogy föl tudjunk rájuk tekinteni, és hogy mi is hasonlóan tudjunk dolgozni, és hasonlóan tudjuk végezni a munkánkat. Meghallgattam, ugye 100 éves évforduló az egyszer van, ahogy 1970-ben volt az 50 éves évforduló. Hát hiába kutakodjuk a könyveket, Magyarországról nem nagyon találunk nyomát annak, hogy 1970-ben hogy emlékezett Magyarország az 50 éves évfordulójának a trianoni békediktátumnak. De volt egy nagyon érdekes előadás, amit Calgaryban gróf Cegei Vas Albert tartott. Ez egy 38 perces előadás egyébként, hál' Isten a internetnek, meg sok másnak, ez egy elérhető dolog, megkereshető és meghallgatható, és érdekes volt hallgatni Vas Albertet, hogy ő abba hitt 50 évvel ezelőtt, hogy az amerikai magyar elit, az amerikai magyar értelmiség, az, ha összefog, akkor meg tudja győzni az Egyesült Államok kormányát, hogy lépjen föl azért az igazság talanságért, ami akkor 50 éve ért bennünket.
ez körülbelül olyan volt, mint amikor 56-ban a Szabad Európa Rádió mondta, hogy majd jönnek a nyugatiak segíteni. Úgyhogy a trianoni békediktátumnak az elkövetése is azt tanítja velünk, hogy csak magunkra számíthatunk. De az biztos. Magunkra. Mindegy, hogy a trianoni határokon belül, vagy a trianoni határokon kívül élünk. És úgy kell dolgoznunk, hogy ne csak a kisebbségben élő felvidéken, délvidéken, muravidéken, vagy Erdélyben, vagy bárhol a világon szorványban élő magyar ajkú testvéreink és sorstársaink példaképei lehessünk. Nem csak nekik kell mintát adnunk, hanem mintát kell adnunk az összes körülöttünk élő népnek is. Kárpát-medence egy és oszthatatlan. A Kárpátok koszorúit néhány hágó vagy néhány folyó tudja megbontani, de ez egy és oszthatatlan. Volt ez a romantikus mondás, ha már romantikusnak neveztem Vas Albertnek a gondolatát, hogy ha a világ a jóisten kalapja, akkor Magyarország bokréta arta rajta. Hát nekünk nem bokrétának kell lennünk, nekünk nem dísznek kell lennünk, hanem nekünk tudásnak kell lennünk, lendületnek kell lennünk, erőnek kell lennünk, és hinni kell. Hinni kell abba, hogy ami 1000 évig volt, az nem volt hiába. Ugye polgármester úr említette a testvér kapcsolatokat. Most 10 éve már kormányprogram, hogy igenis jöjjenek a kinti gyerekek hozzánk, menjenek a mi gyerekeink oda középiskolást, kortól, kirándulásokra. Most ez a járvány időszak, ez éppen nem a legjobbkor jött, de egy ilyen sose tud jókor jönni, és előbb-utóbb visszaáll a világnak a kerékvágása abba a csapásba, amiben volt eddig, még ha lassabban is. És azok a kapcsolatok, amik szövődnek, családok között, barátok között, települések, önkormányzatok között, és azok a sikeres magyar vállalkozók, akik úgy döntenek, hogy ott fektetnek be a Kárpát-medencén belül, ahol magyarok élnek, és ezzel is hozzájárulnak ahhoz, hogy magyar ajkú testvéreinknek munkát adjanak, ez mind hatni fog. Nem fog gyorsan hatni, de hatni fog. És mióta ezt a napot nem csak a gyász lengi be, hanem a nemzeti összetartozás érzése is. Ez adhat nekünk erőt és reményt ahhoz, hogy az a jövő, amiért dolgozunk, és már nem is a miénkért dolgozunk egy páran, hiszen elkezdődött a második félidő jó néhányunknak, de itt vannak a fiatalok, itt vannak a gyerekek. Igenis, az ő jövőjükért dolgozunk, hogy ez a táj, ez a Kárpát-medence, ez élhető, lakható, szerethető táj legyen békés népekkel 100 év múlva is, majd a 200. évfordulón. Köszönöm szépen, hogy meghallgatt. Most ismét Szilágyi Varga Diana énekel, ezúttal egy moldvai népdalt. Hazám, hazám, édes hazám, bárcsak határidat látnám. Látom füstjét, de csak alig, az ég alatt sötétedik. Mind azt mondják, nem a füstje, csak a nagy hegyeknek könnye, kimenék én a nagy hegyre, annak is a közepébe. Onnan nézek hazám felé, édesanyám háza felé. Édesanyám, gyújtsd gyertyára, hazajövök vacsorára. Édesanyám, gyújtsd gyertyára, hazajövök vacsorára. Forralj nekem édes tejet,
Aprítsd bele lágy kenyeret, arra kérem Istenemet, hogy el ne hagyjon ingemet. Isten áldja meg a magyart, tartson neve, míg a főt tart. Isten áldjon meg bennünket, minden igaz magyar embert. Isten áldjon meg bennünket, minden igaz magyar embert. Most pedig kérem, hogy helyezzék el a tisztelet és emlékezés koszorúit a trianoni emlékműnél. A Vas megyei közgyűlés nevében koszorúz Majtényi László elnök és Sipos Tibor közgyűlési tag. A Vas megyei kormányhivatal nevében koszorúz Gecse József hivatalvezető. Celdömökváros önkormányzata nevében koszorúz Fehér László polgármester, Söptei Józsefné alpolgármester és Farkas Gábor jegyző. Az alsósági zsákfai rész önkormányzat nevében koszorúz Karádi Mihály, Kovácsné Söptei Valéria és Erdélyi Antalné. A Sárvári Tankerületi Központ nevében koszorúz Rozmán László igazgató, Bertalan Tíme a gazdasági vezető és Sebestyénné Kovács Ildikó szakmai vezető. Csönge község önkormányzata nevében koszorúz Nyéki Sándor polgármester, Lászlóné Németh Zsuzsanna alpolgármester és Vargáné Kőszegi Szilvia képviselő. Dénesfa község önkormányzata a Beledi Ezüstfenyő Nyugdíjas Klubbal közösen helyez el koszorút Tömbölyi Ildikó és Tuba Lászlóné. A Kemenesaljai szervezete nevében koszorúz Horváth Andrea, Nagy Zoltán és Vórum István.
Az otthonunkért közösen egyesület nevében koszorúz Nagy László és Sebestyén Krisztián. A cselekvő összefogással Celdömölkért egyesület nevében koszorúz Tuló Gabriella, Henc Kornél és Gasztonyiné Fódi Zita. Az együtt Celdömökvárosért Egyesület nevében koszorúz Marit Sándorné elnök, Csiha Csabáné és Ónodi István. A Berzsenyi Dániel Gimnázium nevében koszorúz Sipos Tibor igazgató, Bali Krisztina és Dózsáné Balogh Viola igazgató helyettesek. Az Alsósági Életfa Egyesület és a Kemenesaljai Trianoni Baráti Társaság nevében koszorúz Döme László és Döme Botond. Magyar Örökségkör Nagy Simonyi nevében koszorúz Palkovics László. A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár nevében koszorúz Páné Horváth Mária igazgató és Németh Tibor könyvtárvezető. Az alapítvány a Sághegyért nevében koszorúz Jakab Csaba. A Celdömök alsósági Szent Miklós plébánia nevében koszorúz Varga Enikő és Dala Ferenc. És végezetül, de nem utolsó sorban koszorút helyezze el Esztergályos Jenő tanár úr. Közben megérkezett Ák Péter országgyűlési képviselő úr, akit tisztelettel köszöntök körünkben, és felkérném ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt polgármester úr, tisztelt elnök úr! Egyenesen az országházából jövök, és mivel az emlékülés úgy ért véget, hogy iparkodnunk kellett, hogy Celdömökre az emlékezésre megérkezzünk, mégse sikerült, úgyhogy elnézést kérünk mindenkitől, de nyilvánvalóan a parlamenti emlékülés is az a pillanat volt, amikor egy országgyűlési képviselőnek ott a helye, és amikor pedig a választókerület legnagyobb Trianon emlékművénél itt vagyunk, akkor ezt sem hagyhattam ki, tehát ezért igyekeztem, hogy mégiscsak sikerüljön ideérni. Tisztelt emlékezők!
Az elmúlt években Vas megye számos pontján emlékeztünk emlékműállításokkal, felújításokkal arra a küzdelemre, amelyet első világháborúnak hívunk. A nagy háború nem kímélt meg egyetlen egy családot sem. Szövetségeseinkkel együtt a vesztesek oldalán fejeztük be a harcot. Az osztrák-magyar monarchia, amely életünk állami keretét adta, megsemmisült. Megszűnt a társadalmi béke, és polgárháborús állapotok emesztették a magyarok életrejét. A kegyelemdöfést a kommunista pucs adta meg. Volt itt mindenféle kísérlet. Alkotmányos királyság, népköztársaság és kommunista tanácsköztársaság is. Odáig jutottunk, olyan mélyre süllyedtünk, hogy ellenségeink Budapest utcáin kedvükre táncoltatták lovaikat. Az első világháborút lezáró diktátum nem csak az első világháborút zárta le. Lezárta a magyarok történetének addig tartó szakaszát is. A diktátummal lehasították rólunk az ország területének 2/3 és az ország népességének 63%. Így minden harmadik magyar más állampolgára lett. Vas megye teljes nyugati része is idegen fennhatóság alá került. Tisztelet Olmódnak, Nardának, Szentpéterfának, Felsőcsatárnak, Pornóapátinak, Horvátlövőnek és Vaskeresztesnek, akik kihasználva a pillanatot, tettekkel bizonyították hűségüket, így Magyarország részei maradtak. Települések százainak és ezreinek azonban más lett a sorsa. Magyar az, akinek fáj Trianon, mondatta Illyés Gyula. Ez a fájdalom állította a Kőszegi és a Celdömölki Trianon keresztet, a Csepregi és a Sárvári emlékhelyet. Ennek alapján vésték a történelmi Magyarországot a Vépi hősi emlékműre, és ennek alapján avatjuk fel majd ma Jákfán az új mementót. Köszönet minden közösségnek, közte a celdömölkieknek, hogy gondozták ezt a helyet, és továbbadták üzenetét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Jó magam, félve gondoltam erre az évfordulóra, hiszen egy barátom elmondása szerint ez a nap olyan, mintha újra kellene élni egy amputáló műtétet. Belegondolni is szörnyű, hogy az akkori Európa vezetői milyen sorsot szántak nekünk. Magunk előtt láthatjuk a Kárpátok ölelte elszakított tájakat és a megalázott magyarok millióit, akiket bekebelezett egy idegen ország, egy idegen kultúra, egy idegen nyelv. Az ítélet nyilvánvalóan halálos ítélet volt. Nem jegyzett fel a történelem olyan nemzetet, amely túlélt volna ekkora vérveszteséget. A 20. században biztos nem. Jól mondta a Magyar Tárgyalóküldöttséget vezető, később Gencsapátiban letelepülő Aponyi Albert, hogy Trianonban megásták Magyarország sírját. Ez volt legalábbis a szándék. Olyan mesterségesen összeállított államalakulatok vettek körül bennünket, mint például Csehszlovákia és Jugoszlávia. Sőt, ha mindez nem lett volna elegendő, a II. Világháború után az újabb Trianont idéző diktátummal a Szovjetuniót is megkaptuk keleti szomszédnak. Körös körül ellenség. Ez a politikában karantént, a gazdaságban elszigeteltséget, a honvédelemben gúzsba kötöttséget, a kultúrában magányosságot, a lelki életben társtalanságot jelentett. Összehúzódkodtunk és berendezkedtünk a túlélésre. Tudtuk, hogy várni kell. Várni, amíg az ellenséges államalakulatok elgyengülnek, és annak rendje módja szerint beadják a kulcsot. Ami aztán meg is történt. Aponyi a legendák szerint azt is mondatta 100 évvel ezelőtt, hogy itt ugyan Magyarország sírját ásták meg, de mi magyarok ott leszünk a sírások temetésén. És valóban, saját szemünkkel láttuk, amint Csehszlovákia megszűnt, Jugoszlávia szétesett, a Szovjetunió pedig darabokra tört. Ma, 100 évvel a trianoni halálos ítélet után élünk, s Magyarország még mindig megvan. És nem csak élünk, de ki is szabadultunk az ellenséges gyűrű szorításából. A történelem újra megadta az esélyt, hogy a közép-európai népek a saját nemzeti érdekeik alapján új szövetségi rendszert építsenek ki, s így keletről és nyugatról fenyegető veszélyekkel szemben is megvédhetjük magunkat. Hogyan voltunk képesek kibírni ezt a 100 évet? Hogyan voltunk képesek még a reménytelen helyzetből is kiutat találni? Van válasz erre a kérdésre. Egy rövid mondat, ami 100 éven keresztül segített bennünket,
és minden nemzedék átadott a következőnek. Hiszek egy hazában. Ez a hit segített át bennünket az elmúlt évszázadon. Ezért ne csak az imént megidézett, amputáló műtét jusson eszünkbe, hanem az is, hogy minden más irányú szándék ellenére mégis életben maradtunk az egymásba és a hazába vetett hit által. Ez pedig a remény üzenetét hordozza. A hit új erőt is adott, így 10 évvel ezelőtt kezdeményezettük a nemzet egyesítését, melyet ma már a nemzet építése követ a határon túli közösségeink megőrzése, támogatása érdekében. A 100 éve történt esemény nemzeti tragédia, és nincs más nemzet az elmúlt évszázadban, amely hasonló csonkolást túlélt volna. Ugyanakkor ma Magyarország erősebb, mint bármikor az elmúlt 100 évben. A nemzeti közösségek túlélték a többszöri elnyomást. A nemzeti politikát új alapokra helyezték, és a kapcsolatok ma sokkal élénkebbek a nemzetrészekkel. Ne legyen bennünk szemérnyi kétség sem. Együtt újra nagyok, sikeresek, erősek és győztesek leszünk. Meg akarunk maradni magyarnak, mert annak a csodának, amit magyarságnak nevezünk, ennek a zseniális nyelvnek, heroikus történelmünknek, egyedülálló kultúrának mi vagyunk az örökösei. Mi együtt, akik itt vagyunk Celdömölkön, és mindaz a 10 millió ember, aki itt él az anyaországban, és mindazok a milliók, akik határon kívül. Mert a lelkünket megtörni nem lehet soha. Mindez pedig világos üzenettel bír. Voltunk, vagyunk, leszünk. Leszünk, és amíg lesz, ki ezt a nyelvet beszéli a Kárpát-medencében, addig összetartozunk. Nincs még veszve Magyarország, míg élnek magyarok. Most pedig kérem, hallgassanak meg egy verset Barta István előadásában. Reményik, Sándor! Hogy is volt? Lidérccel álmodik a nagy havas, a füllet éj a hegynyakába ül. Közel, távol, egy lélek, annyi se, csupán a fenyők állnak őrszemül. Alszik a tornyokban a vészharang, riadtan csak a virágok kejhecseng, riadtan csak a patak vize fut, ezer átkot morogva odalen. Vadul muzsikál hegyvölgyön a szél, zenélve masíroz be a halál, erőszak, tűz, vas, mind vígan jöhet. Jöhet egy ország, tárva, nyitva áll. Haragtól, gőgtől rezzen most a táj. A föld, mintha megvonaglana. Most gázol át a szent határon az első ellenséges katona. Egyszer talán majd vége lesz. És akkor, aki visszatérni bír, csak visszatér megint a régihez, a régi hithez, a régi házhoz, ecsethez, tollhoz, kapanyélhez, és számon mit se kér, kit se átkoz, a mappás talán új térképet ír. De másként minden a régiben marad.
csak egy darabig. Sok lesz majd az új sír. Mi megnyugszunk, a szívünk mit se kérd, a föld majd valahogy döcög tovább, és lassú erők lemossák a vért. Nem paktumok, és nem is kongresszusok, nem új törvények, nem a régiók, nem a bíróság a nemzetek felett, nem új betűk, nem újabb kötetek, nem gomb, és ó nem, nem is hága. Jöhet-e üdv ilyen világra? Négy eszkafal, egy hang, egy fakereszt, örök békének, ezt hívják, csak ezt. Vagy talán élünk majd egy új generáció emlékezetében, aki térdet, fejet hajt egy múltra emlékező obeliszk tövében. Celdömök egyik testvér városából, Erdőszentgyörgyből levél érkezett a Nemzeti Összetartozás napjára. Ennek tolmácsolására felkérem Döme László urat. Tisztelt megemlékező hölgyeim és uraim, mielőtt felolvastam a levelet, azért néhány gondolatot szeretnék a mai naphoz megosztani önökkel. Egyrészt hálát adok azért, hogy a Jóisten megengedte nekünk, hogy másfél héttel ezelőtt még a vírus miatt úgy volt, hogy nem tudunk itt együtt ünnepelni, és csak kis csoportos vagy esetleg családi megemlékezést lehet ide fölzarándokolni a Sághelyre. Hála Istennek, hogy most itt elég szép számmal lehetünk együtt, és együtt gondolhatunk a tilani békediktátum 100. évfordulóján, együtt gondolhatunk, és ezt tovább vihetjük majd esetleg a faluinkba, tovább itt a Kemenes alján, esetleg messzebb is. Hálát adok azért is, hogy ide születtem Kemenesaljára. Itt lakhatom az alatt az emlékmű alatt, nem messze, amit aznak idején 1934-ben Kemenesalja népe közalakozásból és összefogásból felépített. Büszke vagyok rájuk, mert a magyarnak lenni büszke, hogy gyönyörűség, ahogyan mondja az idézet. Büszke vagyok arra, hogy helyi közéletben részt vehetek, és mint a Kemenesalja Trianon Társaság alelnöke, a helyi önkéntes tűzoltó egyesület elnöke, illetve az alsóság illetve egyesület elnöke is a lokálpatriotizmust hirdethetjük, és talán átadhatjuk itt az itt élőknek. Büszke vagyok azokra a felmenőimre, akik annak idején könnyes szemmel mutatták meg azt a sárgult történelmi térképet esetleg az én szüleimnek, hogy ilyen volt és ilyen lett az a csonkaország, és ezt a térképet könycseppek áztatták, és ezt még én is láthattam, és meg is van, ezt őrzöm, ezt a térképet. Ezt nincsen kirakva ugyan a Kemenesalji Művelődési Központban, de mindenkit kérek majd, hogyha van ideje, akkor az általunk, a Hetén József barátommal összeállított kiállítás majd nézze meg. Büszke vagyok arra, hogy Sopronba járhattam iskolába, ahol a tanáraimtól, mind a magyar, illetve az Erdélyből ide szakadt tanáraimtól a hazaszeretet érzését, illetve a hazaszeretetet megtanulhattuk. Büszke vagyok arra, hogy a 30 év múlva a saját fiam is ezt magába szívhatja, és annak a tradícióját vissza magával, hiszen ugye Selmecbányán volt ennek a Soproni Erdészeti Főiskolának, majd utána egyetemnek az alma mátere, ahonnan ugye el kellett neki jönni a trianoni békediktátum alkalmából, de előtte még azért fegyver fogtak, tehát azért maguktól nem mentek, úgyhogy a cseh gárdistákat azért megfutamították, és úgy jöttek fegyverzetbe Magyarországra az erdész diákok. Büszke vagyok arra, hogy 1920-as években, amikor az osztrák csendőrök Sopronba akartak bevonulni, akkor a rongyos gárda
tagjai között is erdészek, illetve bányászok, bányászhallgatók is voltak, akik az életük árán is, hiszen többen Balcsai Gyula is életét áldozta például annak idején a Sopronért, illetve a magyar önrendelkezésért. Büszke vagyok az apósomra, hiszen ő írt erről könyvet annak idején. Isten nyugasztalja, tavaly évben elhalálozott, de őrizzük az emlékét. Büszke vagyok azokra a kemésői trianontárság tagokra, akik nem lehetnek most itt közöttünk, vagy betegségben, vagy elhalálasztok. Ezekre is emlékszünk, hiszen az idén ünnepeljük a 20. évfordulóját. 2000-ben alakult a kemésői trianontárság, és hát azóta is vannak aktív tagok, sajnos már vannak, akik nincsenek közöttünk. Emlékezzünk ő rájuk is majd a Zoltán atya miséjében majd. Emlékezzünk a millenniumi napra, ami éppen 20 évvel ezelőtt volt Celldömölkön, és akkor jöttek először Erdőszentgyőről a erdélyi testvéreink, és azon az éven még alá is írtuk, úgy tudom, a testvértelepülési szerződést. Büszke vagyok arra, hogy azóta nem volt olyan év, hogy nem voltam én is kint, illetve hogy ők is nem voltak itt, úgyhogy ez a kapcsolat azóta is működik, és reméljük, hogy működni is fog. Tehát vannak pozitív példák is. Büszke vagyok tehát arra, hogy itt élhetek, és önök között büszke vagyok, hogy a Kemes alján lakhatok. Büszke vagyok arra, hogy az önkormányzat tagjaként pártállásra való tekintet nélkül segítettük egymást, és akár Somogyi Gyula képviselőtársamra gondolok, büszkén mentünk el mindig Erdőszentgyőre, Isten nyugosztja őt is, hiszen most egy hónappal ezelőtt hunyt el, azt hiszem ő is, úgyhogy őt is megemlékeztem, és majd ebben a misében is, azt hiszem ő rá is majd emlékezni fogunk. Nagyon szívesen jött Erdőszentgyőre, holott a politikai lag nem értettünk egyet, de amúgy mindenben egyet értettünk, emberileg. Büszke vagyok arra, hogy itt élhetek, és még egyszer mondom, hogy ez a kapcsolat, illetve olyan erdélyi barátaink, illetve kárpátaljai, illetve felvidéki barátaim vannak, akikkel élő kapcsolataim vannak, és összekapaszkodunk, és határon átívelő gondolatokat tudunk egymással megosztani, és remélem, hogy ez még nagyon hosszú ideig így fog lenni. Úgyhogy most nincsen más hátra, mint a Hegyi Lászlónak, az Erdőszentgyörgyi Líceumnak történelmi tanárának a gondolatait tolmácsoljam önöknek. Tisztelt szellemöki barátaink, testvéreink, kedves honfitársak! Nagyon szerettem volna személyesen elmondani mindazt, amit ezen a napon érzek, érzünk mi, országhatárakon kívülre rekesztettek, de sajnos ez most nem lehetséges. A sors még most is kegyetlen, mintha most is büntetne. Most nem lehetünk együtt. Nagy reményeket fűztünk az elmúlt egy évszázad magyarjai a mai évfordulóhoz. Hiába való volt. Valóban mítosznak bizonyult, miszerint érvényét veszti a francia királyi kastély Nagy Trianon nevezettű palotájában, pontosan 100 éve aláírt szerződés. Sosem tudnánk mi ezt a közel 500 oldalas dokumentumot békeszerződésnek nevezni. Ez egy ránk erőltetett egyezmény, amely szétszakította évezredes Kárpát-medencei hazánkat, széttépte népünket, nemzetünket. Úgy tűnik 100 év távlatában is, hogy örökre megpecsétette sorsunkat. Persze, csak ha borulártóak vagyunk. 100 év történelmi idővel számítva nem is olyan nagy időszak, még a saját múltunkhoz viszonyítva sem. Népünk nagy csapásokat élt már túl, mint ahogy ez utóbbi is. Az Istenbe vetett hittel kitartottunk, erősek és törhetetlenek voltunk és vagyunk. Egy az Isten, egy a nemzet, és mi egy vérből valók vagyunk. Hivatásunká váltak az utóbbi időben ezek a dalszövegrészek, hitvallásunká váltak ezek a dalszövegrészek, dallamok. 100 év sem tudta beforrasztani azt a sebet, amit Trianon okozott. Most is ugyanúgy sajog, fáj. És kell is fájjon minden magyarnak, hiszen nem egy felületi seb, hanem csonkítás. És ezt a vesztességet semmi sem pótolhatja. A céltudatos történelmi hasítás és közel fél évszázadig tartó vörös agymosás is mély sebeket vágott, nem az ország testébe, hanem a nemzeti öntudatunkba. A mai generáció oly keveset beszél mindezekről, talán nem is értik, talán miről van szó. A mi hibáinkból nem értik vagy tudják, mert mi sem beszélünk talán eleget erről, mi sem világosítottuk fel eléggé őket és a nagyvilágot. Térképen, papíron megrajzolt határok választottak el bennünket 100 éve,
de csak térképen, mert nekünk valóban természetes országhatáraink vannak 1000 éve. A Kárpát-medence egy nagy egységet alkot, ez a mi hazánk. Mindegy, hogy milyen országok osztoznak most ezen, de mi tudjuk, hogy ez a föld a miénk. És azt is tudjuk és érezzük is, hogy mi egy vélből varók vagyunk. Ha a testből lecsipkedtek, a fogukat rég fenő, kiéhezett hiénák, a magyar tudatunkat nem vehetik el. Nem, soha. Felcsendül bennem a dal, lesz, csak azért is lesz. Ez a hely, ez az emlékmű, számomra nem csak az emlékezés helyszíne, és nem csak a reményt szimbolizálja, ez az a hely, ahol 20 évvel ezelőtt találkoztunk először, erdőszentgyörgyiek és celldömölkiek. Itt kezdődött a mi barátságunk, egy életre szóló barátság. Egy ilyen baráti kapcsolatokkal lehet újraegyesíteni a nemzetet. Ezek képesek eltörölni a mesterséges határokat. Mi mindannyian felelősséget kell érezzünk egymás iránt, mert csak így maradhatunk meg drága Kárpát hazánkban. Befejezésként szeretném hálámat kifejezni, hogy ránk is gondoltatok, meghívtatok, hogy együtt emlékezhessünk nemzetünk gyásznapján. Isten áldjon és tartson meg minden magyart, bárhol is éljen e nagyvilágban. Hegyi László történelmi tanár. Úgy volt, hogy László is itt lesz köztünk, de hát sajnos a vírus miatt nem lehet végsősoron itt velünk, de lélekben itt vannak, úgyhogy ők is a mai harangkongatáskor fognak ránk gondolni, és mi is fogunk rájuk gondolni Szent Misébe és a harangkongatásba. Szabó Dözsőnek a soraival hadd zárjam idézetével, hogy minden magyar felelős, minden magyarért. Nagy magyar írónk méltátlanul van elfelejtve, ezt azt hiszem most a kormányzat átvette tőle ezt az idézetet, és reméljük, hogy mi is át fogjuk venni. Köszönöm, hogy meghallgattam. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában. Hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek Magyarország feltámadásában. Ez az én vallásom, ez az én életem. Ezért a keresztet vállaimra veszem, ezért magamat is ráfeszítetem. Szeretném harsogni kétkedők fülébe, szeretném égetni reszketők lelkébe, lángbetűkkel írni véres magyar égre. Ez a hit a fegyver. Hatalom és élet. Ezzel porba zúzod minden ellenséged. Ezzel megválthatod minden szenvedésed. E jelszót, ha írod lobogót sejmére, ezt, ha belevésed kardot pengéjébe, halottak országát feltámasztod véle. Harcos, ki ezt hiszed, csatádat megnyerted. Munkás, ki ennek élsz, boldog jövőd veted. Asszony, ki tanítod, áldott lesz a neved. Férfi, ki ennek élsz, dicsőséged vettél. Polgár, ki ezzel kélsz, új hazát szereztél. Magyar, e szent hittel mindent visszanyertél. Mert a hit az erő, mert aki hisz, győzött, mert az minden halál és kárhozat fölött az élet urával szövetséget kötött. Annak nincs röbbi rém, mitől megijedjen, annak vas a szíve minden vésszel szemben, minden pokol ellen, mert féle az Isten. Annak lábanyomán zöldül a temető, virágdíszbe borul az eltiport mező, édes madárdaltól hangos lesz az erdő, napsugártól fényes lesz a házatája, mézes a kenyere, boldogság tanyája, minden nemzetségén az Isten áldása. Magyar, te most árva, elhagyott, veszendő, minden nemzetek közt lenn a földön fekvő, magyar, legyen hited, s tied a jövendő. Magyar, legyen hited, s lészen országod, minden nemzetek közt az első, az áldott. Isten, amit néked címredbe vágott. Szíved is dobogja, szavad is hirdesse, ajkad ezt rebegje reggel, délben, estve. Véreddé, hogy váljon az ige, az eszme. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek Magyarország feltámadásában.
koszorúzás következik. A Magyar Éremgyűjtő Egyesület Celdömölki csoportja nevében koszorúz Döme László és Hetényi József. A honismereti munkaközösség nevében koszorúz Lendvai Istvánné és Persaics László. Most pedig egyéni koszorúzók következnek. Koszorúz Nádudvarról érkezett Mecséri Gábor. Egyéni koszorúzóként érkezett Palotai Tünde. És Tóth Milán. És még egy egyéni koszorúzó Hetényi József. Szeretném elmondani, hogy kinek a nevébe koszorúztam. Koszorúztam mindazok nevébe, akik valaha itt voltak a történelem során, de ma már nem lehetnek velünk. Mindazok nevébe, akik ma eljöttek volna, de sajnos nem tudtak itt lenni. És mindazok nevébe, akik mindenkor magyarul beszélnek, magyarul álmodnak, és akiknek fáj Trianon. Köszönöm szépen. Tisztelt emlékezők, a szervezők nevében szeretném megköszönni, hogy részvételükkel megtisztelték rendezvényünket, és további méltó emlékezést kívánok.